Mi és az Országos Roma Önkormányzat várja mindazokat az elsősorban roma származású 17 és 25 év közötti középiskolás vagy középiskolát végzett fiúkat és lányokat, akik szívesen részt vennének egy különleges katonai túlélő táborban. 2011. július 4-től júli 11-ig nem csak speciális katonai programokra, hanem szabadidős rendezvényekre is vendégül látja az érdeklődő fiatalokat a Honvédelmi Minisztérium. Számos időzőjelben túlélési gyakorlat, például fegyver és lövészeti bemutató mellett a roma identitás és kultúra rejtelmeibe is betekintést nyerhetnek a jelentkezők. Nem titkolt célunk, hogy megismertessük és megkedveltessük a roma fiatalokkal a katonai élet szépségeit, továbbá ismertessük a tiszti, tiszthelyettesi és szerződéses katonai pálya sajátosságait, lehetőségeit és előnyeit. Jelentkezni március 31-ig lehet, Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Főosztály, Horváth Melitta főhadnagy. Cím, telefonszám. A kérdésem még egyszer a következő, tehát mire akarja, illetve minek a túlélésére akarja kiképezni a Honvédelmi Minisztérium és a roma önkormányzat a 17-25 éves roma fiatalokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Hende Csaba miniszter úrnak. Parancsolja, miniszter úr. Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés. Az ügyben 2011. február 28-án Dorosz Dávid LMP-s képviselőtársunk már ugyan más hangfekvésben, de kérdést intézett hozzám, ha akkor figyelt volna, ön is megkaphatta volna a választ. Mint azt minnyáján tudjuk, a hadsereg mindenütt a világon klasszikus terepe a hátrányos körülmények közül induló és abból kitörni vágyó emberek felemelkedésének, társadalmi emelkedésének. A Magyar Honvédség nagyon sokat tehet a cigányság felemelkedéséért, a HM számos programja és intézkedése ezt a célt szolgálja. Engedje meg, hogy csak felsorolás szerűen megemlítsek néhányat. Minden katonai szervezetünknél esélyegyenlőségi referensi szervezet működik. A cigány népismereti oktatás folyik a tiszt és tiszthelyettes képzésben is, valamint meghirdettük és rendszeresen kiadjuk az esélyegyenlőséget elősegítő Lipai Balázs ösztöndíjat. A hétnapos pályára irányító tábor, amelyet túlélő tábornak nevezni talán hiba volt a megfogalmazók részéről. Ennek a pályára irányító tábornak a fő célcsoportja a 17 és 25 év közötti középiskolás vagy azt végzett a katonai pálya iránt érdeklődő elsősorban roma, hátrányos helyzetű vagy állami gondozásban élő fiatal, mintegy 40 fő. Az idei évben Tatán rendezzük meg ezt a tábort július elején. A helyszín kiválasztásánál szempont volt, hogy olyan helyőrség közelében legyen a tábor, ahol a jövőben esetlegesen beosztás is biztosítható a fiatalok számára. A résztvevő fiatalok különböző katonai foglalkozásokon vesznek részt, így például alaki kiképzésen, éjszakai menetgyakorlaton, terepen történő tájékozódási foglalkozáson, járőrversenyen, szolgált és alaki szabályzatismereten, valamint megismerik a honvédségnél rendszeresített technikai eszközöket is. Emellett különféle kulturális rendezvényeken vesznek részt, meglátogatják a csapat történeti emlékhelyet, Tataváros nevezetességeit, sétahajóznak, cigánytáncáz, stb. Valamint drog- és AIDS-prevenciós előadást is kapnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Egy perces viszont válasz illeti meg Barács Zsolt képviselő urat, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Külön megköszönöm miniszter úr személyes válaszát. Ezzel kapcsolatban azért azonban elmondanám, hogy ahogy ön is említette, holott tulajdonképpen ugyanezt elmondtuk mind a ketten még egyszer, hogy ez a túlélő tábor azért egy kicsit olyan rémálomszerű kifejezés, az emberbe különféle furcsa gondolatokat gerjeszthet, gondolom nem csak bennem, de nem is akarok tovább ezzel lovagolni, viszont ami a pályázati kiírásban szerepel, és ön is említette viszont vagy válaszában, hogy a roma identitás és kultúra rejtelmeibe szerintem nem katonai túlélő tábor keretén belül kellene a roma fiatalokat beavatni. Azon kívül lenne még egy olyan kérdésem, hogy ha a roma fiataloknak hirdetnek ilyen katonai túlélő tábort, vajon hirdetnek-e a magyarországi többi kisebbség számára, akár a magyarokat nem mondom, mert mondjuk az még nem kisebbség, a sváboknak, esetleg a bunyevácoknak, és akkor az esélyegyenlőség megvalósulhat-e egy katonai túlélő tábor esetében, amit a Honvédelmi Minisztérium hirdet. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszont válaszra van lehetősége miniszter úrnak is. Parancsoljon, miniszter úr. A többi magyarországi kisebbség nem küzd a társadalmi integráció azon kihívásaival, amelyel a roma társadalom igen. A tábor célja az, hogy felkeltsük a roma fiatalok érdeklődését a honvédség iránt, egy olyan szervezet iránt, ahol nincs és nem is lehet diszkrimináció, hiszen az azonos értékű szolgálat és a bajtársias testületi szellem, miként maga az egyenruha is, eltakarja a különbségeket, a bőrszín különbségét is. Mert a honvédségben csak a becsületes, hűséges és pontos parancsteljesítés, a haza iránti mély elkötelezettség számít, amely az élet feláldozásáig is terjed. Semmi ilyet nem tapasztaltam egyébként, semmilyen diszkrimináció utaló jelenséget az elmúlt egy évben, ez nagyon örömteli. Egyetlen cigány származású katonánk sem panaszkodott hátrányos megkülönböztetésről. Szeretnénk, hogyha az ő példájuk, az az emelkedés, amelyet egyenruhát húzva a honvédség tagjaiként elérnek, az igenis vonzó lenne a cigányság mind szélesebb rétege számára, és az alkalmas fiatalokat tárt karokkal várjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszter úr! Tisztelt képviselőtársaim, ezzel az azonnali kérdések órájának végére értünk. Most a kérdések következnek. Elsőnek Pál Tibor képviselő urat szólítom, aki az MSZP képviselőjeként kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek, hogyan rendezik majd a sarkalatos törvények az önkormányzati adósságot címmel. Pál Tibor képviselő urat illeti a szó, parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, az önkormányzatok küzdenek egy régóta húzódó, időzített bombára emlékeztető problémával, nevezetesen azzal, hogy a települések jelentős része jövőre, 2012-ben kezdi el törleszteni a korábban kibocsátott kötvények fedezetét. Érthető az is, hogy a kormány a problémák közül a sokadik helyre rangsorolja az önkormányzati szektor eladósodottságát, hiszen ennek közvetlen hatása a településeken nem rögtön jelentkezik. Mondhatom azt is, hogy itt a teremben lévő idős hölgyek ott fönt, az, hogy romlik a szociális ellátás, nem rögtön érzik meg, csak néhány év múlva vagy urak, vagy akár, hogy a segélyek összege csökken. Az együttesen 1300 milliárd forint értékű adósságállományt, ideértve 600 milliárdos kötvénykibocsátást, az önkormányzatok kizárólag további hitelfelvételből tudnák majd visszafizetni. A végtelenségig azonban nem lehet az adósságot tologatni, így a települések egy jelentős részének vagy intézményt kell bezárnia, vagy feladatot kell csökkenteni azért, hogy gazdaságosan tudjon működni. A sors fintorának is nevezhetjük azt, hogy többségében a jobboldali önkormányzatok azok, amelyek nagyösszegű tartozást halmoztak fel. Ilyen például Kaposvár, Szolnok, Debrecen, Hódmezővásárhely, Békés Csaba vagy éppen az 5. kerület. Ezért kérdezem államtitkár urat, hogyan segíti meg a kormány majd a csődhelyzetbe kerülő önkormányzatokat? Nagyon remélem, hogy nem az lesz a megoldás, hogy az állami szint után a helyi önkormányzatokba fog a legszegényebbek juttatásain spórolni a kormány. Van egy terve a kormánynak arra vonatkozóan, hogy hogyan akadályozza meg a több tucat önkormányzat csődhelyzetbe kerülését, és hát az igazi kérdés az, hogy erre vonatkozóan a jövőre nézve a sarkalatos törvényekben mi várható ennek a problémának a megoldásával kapcsolatban. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Tálai András államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, folytathatta volna a felsorolást a városok közül, de hát nem nagyon tud sajnos, ugye, mert a megyei jogú városok 23-ból egyetlen egy szocialista vezetőségű, a Szeged, de egyébként az eladósodás szempontjából ő is pontosan ebbe a sorba illik. A másik kérdés, vagy a másik dolog, amire szeretnék rátérni, milyen érdekes ez a munkamegosztás közöttünk, ugye? Az önkormányzatok 2005 és 2010 között négyszerese adósság állományt hoztak össze az önök kormányzásuk alatt. Egyébként ön ez idő alatt állami vezető, államtitkár is volt, és döntéshozó országgyűlési képviselő. És íme most azt kérdezi tőlem, hogy mit teszünk mi azzal, amit önök csináltak az önkormányzatokkal. Persze önnek joga van ezt megkérdezni, nekem pedig kötelességem válaszolni. Csak milyen sajátos munkamegosztás ez, nem? Hogy a szocialisták eladósítják az országot, eladósítják az önkormányzatokat, eladják az ország vagyonát, aztán jön egy jobboldali konzervatív kormány, és tőle pedig azt várják, hogy hozza helyre az önök tetteit. Hát azt tudom önnek ígérni, hogy nem tudunk más tenni, helyre fogjuk hozni. A következőképpen.
Először is szeretnénk, hogyha működőképesek maradnának még ebben az évben is az önkormányzatok, ezért a költségvetésben 31 milliárdot tettünk félre az úgynevezett új önhékire, tehát reméljük, hogy ebből ezt a kérdést meg tudjuk oldani. A másik kérdés a teljes önkormányzati és állami feladatrendszernek az átszabása, és ezzel egy új finanszírozási rendszer kialakítása, amelynek a lényeg az, hogy feladatfinanszírozást fogunk bevezetni, amelynek a következménye az lesz, hogy nem lesz ismert a költségvetési hiány az önkormányzati szférában. A harmadik dolog pedig az, hogy valóban szigorítani kell az önkormányzatoknak a hitelfelvételét és a kötvénykibocsátását. Erre vonatkozóan az elfogadott alaptörvény is most már kimondja, hogy ezt 2012. januártól a sarkalatos törvényben meg kell tenni. De egyébként az összes többi döntéseinket is a sarkalatos törvénybe fogjuk majd megfogalmazni, bízva abban, hogy önök is támogatják majd ezt a törvényjavaslatot, és az önök által elkövetett hibákat így közösen fogjuk helyre tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr! Tisztelt Országgyűlés, Farkas Gergely, Jobbik képviselője, kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek. Milyen segítséget kíván nyújtani a kormány a kilátástalan helyzetbe került Zeneakadémia megsegítése érdekében címmel? Farkas Gergely képviselő urat illeti a szó, parancsoljon képviselő úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Az elmúlt hetekben több helyről hallhattunk a Zeneakadémia káváriájáról. A súlyos pénzügyi helyzetben lévő intézményben már számos megszorító intézkedés voltak kénytelenek meghozni, mint például a 120 perces tanórák 90 perce csökkentését, a kamarazenei oktatás korlátozását, a személyi kiadások megnyírválását, és még lehetne sorolni azokat az intézkedéseket, amelyek hátrányosan érintik az oktatás színvonalát, rosszabb helyzetbe hozzák mind a diákokat, mind pedig a tanárokat. Arról nem is beszélve, hogy a megszorítások nem csak az egyetemi oktatást, hanem a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolát is érintik. Miként is kerülhetett egy ilyen patinás intézmény ilyen helyzetbe? A pártérdekeket szolgál a magyar nemzet előszeretettel próbálta hárítani a felelősséget, a kormányzati felelősséget, azonban azt mondva, hogy annak kizárólag az egyetemi gazdálkodás az oka. A valóság ezzel szemben az, hogy nagyrészt a kormányzati intézkedések okozták ezt a tarthatatlan helyzetet. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által megadott költségvetési sarokszámok a februárban bejelentett 228 milliós zárulás együttesen eredményezték azt a helyzetet, ami miatt ezeket a megszorító lépéseket meg kellett tenni a vezetőségnek. Azonban még így sem biztosított az egyetem kiszámítható működése az, hogy ne kelljen további intézkedéseket hozni. Önök tehát folyamatosan azt hangoztatják, hogy nincsenek megszorítások, bár a Szél Kálmán terv és a konvergencia program is teljesen másról árulkodik, és íme egy konkrét intézmény, akit érintenek ezek az intézkedések. Tisztelt államtitkár úr! A Zeneakadémia hazánk egyik nagy büszkesége, világhírű oktatási intézménye, ahol rengetegen jelentkeznek külföldről is, és amelynek falai között számos világhírű magyar zenész tanult. Mindezek miatt jelentősége felbecsülhetetlen, mostani helyzete pedig méltatlan ehhez. Mindezek után kérdésem az lenne, hogy milyen segítséget kíván nyújtani a kormány az intézménynek, hogy Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója ne az által alapított és róla elnevezett Zeneakadémia és a magyar zeneművészképzés fekete éveként vonuljon be az emlékezetbe. Várom megtisztelő válasza. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Halász János államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A Zeneakadémia nehéz helyzetének oka elsősorban az, hogy a művészeti képzés rendkívül drága, az állami finanszírozásnak viszont korlátai vannak. Képviselő úr is kiemelte, hogy a zeneművészeti képzés világszínvonalú, mellyel messze menően egyetértünk. Ez azonban azzal is jár, hogy a hallgatók személyre szabott egyéni képzést kapnak a tehetségük minél jobb kibontakoztatása érdekében a lehető legjobb tanároktól, és ez nagyon sokba kerül. A másik fontos tényező az, hogy az egyetem központi épületének az EU által finanszírozott beruházása késésben van. Ennek egyik oka a most folyó belső vizsgálat szerint, hogy a Hiller István vezette Oktatási és Kulturális Minisztérium az önrészt nem biztosította időben. Ezért a beruházás csúszott. A Zeneakadémia épületének kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárás a közelmúltban eredményhirdetéssel lezárult. Ez azt is jelenti, hogy a munkák hamarosan elkezdődhetnek. 2010. decemberében az egyetem a működőképesség biztosítása érdekében egyedi kormánydöntés alapján kapott 100 millió forintos többlettámogatást a Nemzeti Együttműködés kormányától. A költségvetésileg biztató 2011. évi indulást követően a felsőoktatási intézményeket is érintő márciusi előrezárolás nem csak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet, hanem az összes felsőoktatási intézményt azonos arányban érintette.
az egyetem szenátusa által elfogadott intézkedési terv más felsőoktatási intézményekhez hasonlóan a takarékosság jegyében megtakarításokkal próbálja segíteni a konszolidációt. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium ismeri a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem problémáit és értékeit, és a lehetőségeinken belül igyekszünk olyan támogatást biztosítani az egyetem számára, ami biztosítja a világszínvonalú képzés zavartalan folytatását. Kérem válaszom elfogadását. Köszönöm szépen, államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Stágel Bence, a Keresztény Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek. Nyújthat-e megoldásokat a készülő új nemzeti szociálpolitikai koncepció a szociális szolgáltatási rendszer diszfunkcióira címmel? Stágel Bence képviselő urat illeti a szó, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt államtitkár úr! Magyarország új alaptörvényének 18. cikkelye szerint Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Köztudott ugyanakkor, hogy a szociálpolitikai szolgáltatási rendszer számos anomáliát tartalmaz. A jóléti szolgáltatások terén az egyik legjelentősebb probléma a jogosultság tartalmának és a rászorultság mértékének meghatározása mellett, hogy a vonatkozó jogszabályokban nem derül ki egyértelműen, hol húzódik a piaci és a családi, valamint az állami és a helyi önkormányzati ellátási kötelezettség, illetve gondoskodási felelősség határvonala. További problémát jelent a bemeneti szabályozás átgondolatlansága. A hozzáférés megállapításának szabályrendszerénél ugyanis nem világos, hogy ki, mire, mikor és hogyan jogosult. Az igazgatási, szabályozási és finanszírozási megoldások nincsenek egységes rendszerbe integrálva. A kimeneti szabályozás során pedig hiányoznak a teljesítményre vonatkozó indikátorok. Nem látszanak az eredmények sem a szolgáltatásokhoz, sem a komplex fejlesztési programokhoz kapcsolódóan. Alapvető ellentmondást jelent, hogy a szolgáltatások döntő részénél a szolgáltatások biztosításának kötelezettsége a települési lakosság számhoz és nem az adott szolgáltatásra mutatkozó tényleges helyi szükségletekhez kapcsolódik. A jelenlegi rendszer korlátozza továbbá olyan közösségi és alternatív szolgáltatások kibontakoztatását és széleskörű elterjedését, mint például az otthon közeli, a lakhatást biztosító, valamint a gyermekvédelmi szolgáltatási rendszerek. Mindezeket a hiányosságokat felismerve készül és kerül majd elfogadásra a nemzeti szociálpolitikai koncepció, mely a kormányzat szándéka szerint orvosolja majd ezeket a feltárt hiányosságokat, valamint kiemelt célcsoportjai közt határozza meg a gyermekek, a fiatalok és a kisközösségek szolgálatát és védelmét. Kérdezem tehát államtitkár úrtól, hogy nyújthat-e megoldásokat a készülő új nemzeti szociálpolitikai koncepció a szociális szolgáltatási rendszer problémáira. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr! A választ Halász János államtitkár úr fogja megadni. Államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! A személyes gondoskodás nyújtó szolgáltatási rendszer képviselő úr által említett anomáliái valóban olyan problémák, melyeket meg kell szüntetni. Ezért a nemzeti szociálpolitikai koncepció készítése során ezeket megvizsgáltuk, és ezek megoldásán jelenleg is dolgozunk. Ahhoz, hogy a szociális ellátórendszer diszfunkcióit felszámolhassuk, szükséges a szolgáltatások megszervezésének és finanszírozásának új alapokra helyezése. Ennek hosszú távú 2020-ig megvalósítandó irányvonalait vázolja fel a koncepció. Az ellátórendszer átalakításával a jelenlegi merev, intézményközpontú struktúra helyett az egyéni szükségleteket helyezi a középpontba. Ezen célzott kiegészítésre képes szolgáltatásokra épülő rugalmas rendszert vezet majd be. A koncepció célja egy, a megjelenő egyéni közösségi szükségletekre reagáló, az egyéni problémákat komplex módon kezelő, a szolgáltatók közötti választás lehetőségét a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vevő és az egyenlő hozzáférés esélyét megteremtő szolgáltatási rendszer kialakítása. Az új szolgáltatási rendszer több fontos alapelvre építjük föl, így egyrészt az ellátást igénybe venni kívánó személyek szociális helyzetének, szükségleteinek felmérésén, másrészt pedig a szolgáltatásokra való jogosultság megállapításán alapul, de az alapelvek közé tartozik az adott helyi szükségletekre adekvát választ adni képes szolgáltató kiválasztása és a rendelkezésre álló források hatékony elosztása is. A koncepció egyaránt épít az egyéni és a családi felelősségre, az állami szerepvállalásra és a társadalmi szolidaritásra. Fontosnak tartjuk, hogy a társadalom különböző csoportjai a közösségi és
védő funkciójukat el tudják látni. Az állam ebben nyújt segítséget, tehát csak ott lép be, ahol az egyén, a család, illetve a közösség nem tud megoldást találni. A nemzeti szociálpolitikai koncepció tehát a minőségi, rugalmas, emberközpontú és lakosságközeli szolgáltatások erősítésével megoldást fog kínálni a jelenlegi rendszer diszfunkcióira. Szándékunk szerint a reformokkal a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetővé válnak, ugyanez a célunk a szolgáltatások nyújtása terén is, ahol a rendszer a szükségletekre nyitottá, hatékonyabbá és fenntarthatóbbá válik. Kérem válaszom elfogadását. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt képviselőtársaim, Zsiga Marcer a Fidesz képviselője. Kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek. Figyelembe veszi-e a nemzeti ügyek kormánya az új Magyarország vidékfejlesztési program támogatási jogcímeinek meghirdetése során a fiatal gazdálkodók érdekeit címmel? Zsiga Marcel képviselőre illeti a szó. Parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. Már az elmúlt hetek az alkotmányozás jegyében teltek, a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről több olyan meghatározó lépés is történt, amely a magyar vidék és az ott élők felemelését célozza. Ezek közül egyet emelnék ki, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program újraindítását. Ebből az intézkedésből világosan látható, hogy a kormány hathatós segítséget kíván nyújtani a mezőgazdasági szereplők versenyképességének biztosításához. A Fidelitas országos alelnökeként kijelenthetem, mi konzervatív fiatalok támogatjuk ezt a kormányzati szándékot, mert a kormánnyal együtt valljuk, a piac minden hatóságába vetett vakhit nem lehet kizárólagos rendezési elv a hazai agráriumban, amelyre elsősorban úgy kell tekintenünk, mint a családok megélhetésének forrására. Tekintettel a 35 évnél fiatalabb gazdálkodók drámaian alacsony arányára, bízom abban, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program mintegy 200 milliárdos keretösszegének felhasználása során a szaktárca különös figyelmet fordít a fiatal gazdák szempontjaira, hiszen így érhető el a fiatalok nagyobb szerepvállalása, végső soron pedig a hazai gazdatársadalom korszerkezetének optimalizálása. A Gyurcsány-Bajnai korszak gondolkodásmódja szerint a vidéki életforma meghaladott, szükségtelen, sőt felesleges. Nekünk 21. századi magyar fiataloknak azonban szakítanunk kell ezzel a gondolkodásmóddal, ki kell állnunk a magunk értékeiért és érdekeiért az ország minden pontján. Az új nemzedéknek a saját kezébe kell vennie sorsa irányítását, egy erősebb, sikeresebb, versenyképesebb mezőgazdaságot, és ezzel együtt élhetőbb vidéket kell teremtenünk és örökül hagynunk az utánunk jövő nemzedékeknek. Meggyőződésem, hogy ebbéli szándékunkat a Nemzeti Ügyek Kormánya messze menőkig támogatja. Kérdezem tehát államtitkár urat, figyelembe veszi-e a Nemzeti Ügyek Kormánya az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatási jogcímeinek meghirdetése során a fiatal gazdálkodók érdekeit? Tisztelettel várom válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ a kérdésre miniszter úr megbízása alapján V. Németh Zsolt államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program félidei értékelése lezárult. A programozási időszak hátralevő 2011-13 közötti időszakában a rendelkezésre álló források nagysága, a visszafolyó, valamint a jogorvoslati eljárás során lekötött források nagyságától is függ. A forrás egyik része közvetlenül, másik része közvetve lesz hozzáférhető a fiatal gazdálkodók számára. Jelenleg folyamatban van a versenyképességet javító támogatási konstrukciók feltételeinek aktualizálása, pontosítása. Ez év második felében várható a támogatási jogcímek meghirdetése. Ennek keretében új fiatal gazda támogatási rendeletet fogunk készíteni. Célunk, hogy a támogatás a mezőgazdaságban ténylegesen tevékenykedő, a vidéki élet mellett hosszú távon elkötelezett szakemberekhez kerüljön. Az ő gazdálkodásuk megalapozását szolgálja. A gazdaság átadási támogatási konstrukcióval történő szorosabb összekapcsolás is a korszerkezet váltás elősegítéséhez járul hozzá.
egyeztetés folyik annak érdekében, hogy a nyertes fiatal gazdanők egyes családtámogatási ellátási formákhoz való hozzáférése akadálytalanul mehessen végre. Azt tervezzük, hogy az egyéb beruházási jogcímek esetén is előnyben részesítjük a fiatal gazdákat a magasabb támogatás intenzitás, illetve többlet pontok formájában. Nagy reményeket fűzünk továbbá a társadalmi hasznosság szempontjából is előnyös demográfiai földprogramhoz. Tisztelt képviselő úr, úgy vélem, hogy mindezen intézkedések hozzájárulnak az agrárium és a vidék szempontjából elengedhetetlen generációváltás megalapodásához. Kérem válaszom szíves elfogadását. Köszönöm, hogy meghallgattam. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés, Szabó Rebeka, az LMP képviselője, kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek. Miért hiányzik a falusi turizmus szabályozó jogszabály címmel? Szabó Rebeka képviselőasszonyt illeti a szó. Parancsoljon, képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. A mezőgazdasági termelés válsága miatt a magyar vidéken élők egyik legfontosabb megélhetése lehet a falusi turizmus. Az önfoglalkoztatás erősítésében ez az ágazat már rövid távon is jelentős szerepet tölthet be, amellett, hogy a helyi élelmiszer termelést is ösztönzi. A jelenleg társadalmi vita alatt álló nemzeti vidékstratégiai koncepció külön pontban foglalkozik a falusi turizmus fejlesztésével, amelyet kifejezetten üdvözlünk. Azonban a turisztikai szezon már elkezdődött, és néhány a legsürgősebb problémát orvosló intézkedéssel nem várhatunk még egy évig, hiszen ez újabb munkahelyek megszűnését jelentheti a vidéki kis településeken. A falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről szóló 136/2007. Kormányrendeletet még 2009-ben hatályon kívül helyezték, holott ez szabályozta többek között a falusi vendégasztal szolgáltatást, amely köznapi értelemben egyszerűen annyit jelent, hogy a szállásadó vacsorát főzhet vendégeinek. Jelenleg ezt csak azok a szállásadók tehetik meg, akik egyben kistermelők is. Az LMP szerint nem lehet feltétlenül elvárni, hogy minden szállásadó hivatalosan gazdálkodással is foglalkozzon. Az viszont elvárható, hogy a szállásadó a településen vagy a közelében megtermelt helyi alapanyagokból főzzön vendégeinek, hiszen ezzel segítjük a helyi gazdaságot és a falusi turizmust is vonzóbbá tesszük. Az élelmiszerek helyi mivoltát a vásárlásról szóló nyugtával lehetne igazolni és ellenőrizni. Kérdezem tehát államtitkár urat, számíthatunk egy gyors cselekvésre, és kiadják-e még a jelen turisztikai szezon alatt a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről szóló kormányrendeletet, amely lehetővé tenni a falusi vendégasztal szolgáltatását azok számára is, akik nem kistermelők, de helyi alapanyagokból főznének vendégeiknek. Tervezik-e továbbá valamilyen formában visszaállítani a kisforgalmú, fenntartható turizmust kiszolgáló, helyi gazdaságot élénkítő szálláshelyek adókedvezményét? Tisztelettel várom válaszát. Köszönöm szépen, képviselőasszony. A válaszra miniszter úr Ángyán József államtitkár urat kérte föl. Megadom a szót Ángyán József államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. Fontos a kérdés, amit fölvetett, mert azt gondolom, a mezőgazdaság jövője nagyrészt attól függ, hogy a vertikumokat újra tudjuk-e építeni. Vagyis azokat a tevékenységeket, amelyek a földhöz vagy a föld termékeihez kapcsolódnak, ezeket valóban össze tudjuk-e a gazdálkodó családok szintjén is kapcsolni, mint ahogy az Ausztriában vagy máshol más működik. 2009-ben vonták vissza azt a kormányrendeletet, ami ezt rendezte, és azóta valóban rendezetlen a dolog. Egy részét rendeztük. Ez pedig a kistermelői rendelet, amely a termelést összekapcsolja most már a falusi vendégasztallal. Vagyis, hogy a saját termékeit a gazda eladhatja. Egy ponton még további egyeztetésekre van szükség, ez pedig a szállásadással való összekapcsolása a dolgoknak, hogy a vertikum valóban a vendégfogadás, a termelés, az élelmiszerfeldolgozás, élelmiszerértékesítés, vendégfogadás, mint természetes vertikum a családok életében, ez összekapcsolható legyen. A gazdasági tárcához tartozik ez a része a dolognak, úgyhogy egyeztetések folynak közöttünk a tekintetben, hogy hogyan fogjuk tudni összehangolni ezt az ügyet. Napirenden van, tehát ezt szeretném határozottan mondani. A Nemzeti Vidék Stratégia egyébként ezt tűzi ki célul, hogy áttekintjük a teljes jogi, gazdasági, szabályozó rendszerét ennek a problémakörnek, hogy valóban ne legyen kénytelen az alaptevékenységbe beszorulva az a család gazdálkodni, mert ma nem tudok olyan ágazatot mondani, amelyben ebből meg tudna élni. Annyit hagyd mondjak még talán el, hogy
Az adókedvezmény ugye is ennek keretében napirenden van, mint ahogy az egész adórendszernek egy áttekintése zajlik. Valóban jelzéseket kaptunk mi sok irányból, hogy ez sokat segíthetne az ügyön. Továbbá azt is szeretném elmondani, hogy a támogatási rendszerben megjelenik a falusi turizmus támogatása nálunk is. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program harmadik tengelyén 4 milliárd forint támogatási kerettel indítjuk, megnyitjuk ezt a jogcímet. Várhatóan július 1 és augusztus 1 között kerül megnyitásra ez a jogcím, és a falusi turizmus támogatása ilyen módon elindul. Kérem válaszom elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés. Nyakó István képviselő úr, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek törvénytelen közvéleménykutatás, kubatóblista vagy szempényvesztés címmel. Nyakó István képviselő urat illeti a szó, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr, igen rövid kérdés lesz. A kormány közpénzen szociális konzultációt kezdett a 16 éven felüli magyarországi lakóhelyen rendelkező magyar állampolgárokkal. Félretéve most a kérdések tartalmára vonatkozó kifogásainkat, arra várok választ államtitkár úrtól, hogy milyen törvényi alapja van annak, hogy a kérdővek kiküldéséhez a megkérdezett személyek név és lakcím adatát használják fel. Kérem miniszter urat, jelölje meg, melyik az a törvény, amely lehetővé teszi bármely kormányzati szerv számára, hogy a kormány kíváncsiságát kielégítendő kezelhesse a magyar állampolgárok személyes adatait. Megállapíthatjuk, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 56-os törvény a nyilvántartás adatainak ilyen célú felhasználására nem ad felhatalmazást. Nem alkalmazható véleményünk szerint erre az